az EOC8P39Z típus jelzésű Electrolux beépíthető sütő egy 60 centi széles standard bútorelembe helyezhető el. A készülék A+ energiaosztályba sorolt termék, melynek 72 literes a hasznos sütőtérű űrtartalma. A sütő érintőpaneles vezérléssel van ellátva, aktív TFT kijelzővel, magyar nyelvű szöveges menürendszerrel. Ugye itt a kijelzőt megérintve tudjuk kiválasztani a használni kívánt sütőfunkciókat. Ezek között megtalálható a tartósítás, az aszalás, az edénymelegítés, kiolvasztás, van még benne csőbensütés, hőlégbefúvás alacsony hőfokon, melegen tartás, nedves hőlégkeverés, a hagyományos sütőfunkciók között megtalálható a grill, az infragrill vagy más néven infrasütés, amivel a grillcsirke is elkészíthető, hőlégbefúvás magas hőfokon, fagyasztott ételek sütése, alsó-felső sütés együtt, külön kapcsolható alsó sütés, illetve a kelesztés. A gőzfunkciók között pedig megtalálható a regenerálódás, ez alapvetően egy ételmelegítést jelent, tehát ki tudjuk váltani a mikrohullámú sütőt ilyen szempontból, pizza funkció, kenyérsütés, illetve egy alacsony páratartalmú gőzfunkció. Tehát ki tudjuk választani a használni kívánt sütési funkciót, az OK-val tároljuk a memóriájába, beállítjuk a használni kívánt hőmérsékleti értéket, szintén az OK gombbal tároljuk, majd azt követően a starttal pedig elindítjuk a sütést. A menürendszerében megtalálhatóak az előre programozott sütések, itt ételkategóriák közül tudunk választani, hús- és halételek, köretek, tepsissültek, sóstészták, desszertek, édessütemények, de minden egyes menüpont alatt még nagyon sok almenü is található, például húsok, szárnyasok, halak, szárnyasokon belül ott található a csirke, a kacsa, a liba, a pulyka. Ki tudjuk választani, hogy mondjuk a csirkét azt egészben, félcsirkeként, csirkecombot, csirkeszárnyat készítenénk. Ha mondjuk kiválasztjuk a csirkecombot, akkor a készülék tudja minden egyes sütőfunkció, az adott ételt milyen sütőfunkcióval, milyen hőfokon és mennyi ideig kell készíteni majd. A menüjén belül még megtalálható a tisztítási lehetőség. Ugye a készülék pirolitikus öntisztítással van ellátva, ami azt jelenti, hogy magas hőmérsékletre, konkrétan 500 fokra felhevül a sütőkamra belseje. Ezen a magas hőmérsékleti értéken leég a belső felületre lerakódott szennyeződés, az hamuvá ízik, lepotyog az aljába. Amikor a programnak vége, akkor pedig egyszerűen egy nedves ruhával csak ki kell törölni azt. Ugye egy pirolitikus tisztításból látunk három félét, gyors, normál, illetve intenzív. A hőmérsékleti érték mindhárom esetben ugyanaz, viszont az időtartamban lesz különbség. Ezt annak megfelelően kell elindítsuk, hogy hogy ítéljük meg, mennyire szennyezett aktuálisan a sütő belseje. Menüpontok között még megtalálhatóak a kedvencek is, ugye olyan ételek elmentésére van lehetőség ezen menüponton belül, amit rendszeresen szoktunk készíteni, tehát tudjuk, hogy azt milyen hőfokon, mennyi ideig, milyen funkcióval szoktuk megtenni. Ezt tárolni tudjuk a kedvencek közé, és ugyanúgy, mint az előre programozott sütéseket, legközelebb már ezt egy mozdulattal, egy érintéssel tudjuk kiválasztani, illetve bekapcsolni majd. Az egyéb funkciókon belül ugye a sütő beállításaira van lehetőség, a sütő világításának kibekapcsolására, gyerekzárra, gyors felfűtésre, tisztítás emlékeztetőre, illetve időkijelzésre és a digitális órának a stílusára. Emellett még a beállításoknál van a kijelző nyelvezetére lehetőség módosítani, kijelző fényerejére, nyomógomb hangjára, figyelmeztető hangerőre, illetve a pontos időre. Ugye a készüléken van egy önállóan bekapcsolható sütőtérvilágítás, ez akkor jó például, ha mégis úgy döntünk, hogy mi magunk takarítjuk ki a belsejét, akkor ugye bevilágítja a sütőteret, vagy ugye amikor egyéb sütőfunkciót kiválasztunk, tehát ténylegesen használjuk a sütőt, akkor a lámpa automatikusan fel fog kapcsolni, de hogyha nem őrizzük, tehát nem vagyunk ott folyamatosan, akkor le tudjuk kapcsolni a belső világítást, hogy ne fogyasszon feleslegesen áramot. A sütő belsejébe, ha belepillantunk, alapfelszereltsége ugye a két tepsi, illetve a sütőrács,
de mellékeli a gyártó ugye az egy pár teleszkópos sütősint is, amit az 5 tepsi magasság közül bárhová fel tudunk pattintani, bármikor egy mozdulattal át is helyezhető a későbbiek során, és ugye amikor erre tesszük be a tepsit, az kihúzott állapotában is vízszintesen tartja majd azt, nem billen meg, nem kell egy rongyal fognunk. Szintén tartozékként belecsomagolják az elektromos maghőmérőt, melynek a csatlakoztatási pontja a sütőajtó takarásának jobb felső sarkában kapott helyet. A másik felét beleszúrjuk az ételünkbe, és a kijelzőn fogja mutatni az étel belső hőmérsékletét, illetve úgy is programozható a sütő, hogy amikor ez a szonda azt érzékeli, hogy mondjuk az étel közepe is átsült, akkor automatikusan lekapcsolja azt. Ugye a készülék egy gőzsütő is egyben. Felül van egy vízbetöltő nyílás, ebbe egy pohárból, edényből bele tudjuk tölteni a vizet, ez szépen lecsorog, lefolyik a sütőkamra mögött alatt található gőzgenerátorba, és a gőz már a szelepen keresztül a sütőtérbe fog jutni. Ugye a készülék az 25%-os páratartalmú gőz előállítására alkalmas, ami azt jelenti, hogy a normál sütés-gőzsütés kombinációja az tökéletesen használható már ezzel a páratartalommal, viszont hogyha párolni szeretnénk ételt, akkor ugye a gyártó még szintén mellékeli a készülékhez ezt a kis tálat, aminek a tetején van egy csatlakozási pont. Ez a gyakorlatban ugye úgy működik, ezt a gumicsövet belepattintjuk ebbe a felső részbe, a másik felét pedig ugye a gőzkivezető szelepre nyomjuk, és gyakorlatilag akkor ezen csövön keresztül már egy közel 100%-os páratartalmú gőzzel képes dúsítani ugye a belsejét a tálnak, tehát gyakorlatilag párolásra ez tökéletesen jó tud már lenni. Az a vízmennyiség, amit ugye beletöltöttünk, és hogyha úgy alakul, hogy azt mégsem használjuk el teljes egészébe, tehát víz marad a készülék tartályába, akkor a másik kis gumicső csatlakoztatásával, amit egyszerűen ide bele kell pattintanunk, ugye kivezethető, leengedhető a sütő belsejéből a bennmaradt víz, tehát egy későbbi sütés során nem egy állott vízzel indítja a készülék majd a sütést. A sütőajtó az 3 rétegű üvegezéssel van ellátva, viszont ezt a burkolati elemet le tudjuk róla pattintani, és akkor minden egyes üveglaphoz hozzáférünk, ki tudjuk venni, és minden oldalról könnyen tudjuk tisztítani, ha szükségessé válik. Electrolux beépíthető sütő, magyar nyelvű szöveges menürendszerrel, aktív TFT vezérléssel, A+ energiaosztályba sorolással, gőzgenerátorral és pirolitikus öntisztító rendszerrel.